meglévő munkahelyeket kell megőrizni, illetve újakat kell teremteni. Ezek megvalósításához a megyében 4 pályázat is rendelkezésre áll, ebből 3-ra szeptember elejéig lehet pályázni, mondta sajtótájékoztatóján Horváth Kálmán kormány megbízott. Országos viszonylatban a központi kis- és mikrovállalkozásokat támogató pályázatra 6 milliárd forintot szánt a kormány, ebből 2 milliárd forint volt a sikeres, ez nálunk 153 millió forintot jelentett, 8 vállalkozást tudtunk támogatni. Ez a központi munkahelyteremtő program. A cél a meglévő munkavállalói állomány megtartása mellett 1-2 új munkahely létesítése, amit minimum 3 évig fenn kell tartani a munkaadóknak. Hasonló, de kifejezetten Tolna megyei a lépésről lépésre fejlődni pályázat, mely a megyei mikro- és kisvállalkozások élénkítését célozza meg. Itt a 16 nyertes pályázó összesen 81 millió forint visszanemtérítendő támogatást kapott, 1,5 és 10 millió forint között. Ezen kívül az álláskeresők vállalkozóvá válását 8 esetben támogatták, összesen 10 millió forinttal. A kifejezetten önkormányzatoknak vagy 100%-ban önkormányzati tulajdonú cégeknek szól a jelenleg is futó, munkásszállás létesítését vagy felújítását célzó program. Ebben az esetben az európai normáknak megfelelő minimum 80 férőhelyes munkásszállás kialakítására vagy felújítására lehet 80% visszanemtérítendő támogatást szerezni. Szállásonként 4 alkalmazottat kell foglalkoztatni, de az üzemeltetési idő minimum 10 év. A pályázati feltételek szigorúak, de nem teljesíthetetlenek, mondta a kormány megbízott. Erre jövő év március 15-éig lehet pályázni az önkormányzatoknak.